Egy nő lelke az óceánok mélységének titka. Megfejthetetlen, rejtélyes, csodálatra méltó, lenyűgöző. Egy nő lelkében elfér a támogató feleség, a gyermekeket őrző anya és a céltudatos dolgozó. Sok szeretettel köszöntöm Önöket, hölgyeim, és minden férfi társamat, aki fontosnak tartotta, hogy a mai konferencián részt vegyen. Bár egy ünnep mindig arról szól, hogy elmondjuk, milyen fontosak számunkra a nők, édesanyáink, nagymamáink, hogy felneveltek, tisztességben, becsületben megadták azt, amit egy anya megadhat, de mégis fontos, hogy kicsit kitekintsünk, és megnézzük, hogy amikor mi férfiak egy szál virággal lerójuk tiszteletünket, amellett hogyan is néz ki ma Európa, hogyan is néz ki ma Magyarország a nők szempontjából. Magyarország alaptörvénye kimondja, a nők és a férfiak egyenjogúak. Azt is tartalmazza az alaptörvény, hogy Magyarország az esélyegyenlőség, a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön intézkedésekkel segíti, hasonlóképpen védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a fogyatékkal élőket is. 2003-ban született egy nagyon fontos törvény Magyarországon, az egyenlő bánásmód és az esélyegyenlőség előmozdításáról, amely azt részletezte, hogy mi minősül az egyenlő bánásmód megsértésének, így például, ha a munkáltató a munkavállalóval szemben hátrányos megkülönböztetést tartalmaz és alkalmaz, a juttatások területén különösen, a munkabér megállapításában ez az egyenlő bánásmód megsértésének számít. Ha a hátrányos megkülönböztetés az előmeneteli rendszerben, vagy épp a szülői szabadság kérelmezésében nyilvánul meg, ezek a tények, ezek a mindannyiunkat kötelezően érvényes szabályok, amelyek szerint kívánunk élni. De a valóság sajnos más mutat. A nők társadalmi helyzetét tükröző statisztikák pontosan jelzik, hogy a nőket Magyarországon lépten nyomon napról napra éri negatív, hátrányos megkülönböztetés. Pedig a nők azok, akik a mozgásképtelen, beteg, sérült családtagokkal, rokonokkal otthon maradnak, akik akár alamizsnáért, minimális ápolási díjért leveszik a terhet az államról. Ők azok, akiknek elsőként kell összehangolniuk a szülői feladataikat a karrierjükkel. Ők azok, akik arányaiban nagyobb számban vállalnak hivatást, amelyből meggazdagodni nem lehet, viszont másokon segíteni igen. Hiába a nők, a közösségek, a családok központjai, így van ez sok helyen a világon. Nem elég az egyenlő esélyeket jogilag biztosítani, hátteret teremteni, és be kell tudni tartatni, és érvényesíteni kell ezeket a jogokat, és nem utolsó sorban védeni őket. Döbbenetesek azok a felmérések és adatok a családon belüli erőszakról Magyarországon. Minden héten legalább egy nő gyilkosság áldozata lesz. A bírósági aktákból az derül ki, hogy a nő elkövetővé való válását hosszantartó, súlyos feleségbántalmazás előzi meg. Az egyenjogúság sajnos nem jelent egyenlőséget. Ezt mutatják a munkaerőpiaci adatok, elemzések, az egyenlő bánásmód hatóság bárki számára elérhető, letölthető anyaga szerint a nőket számos esetben éri diszkrimináció. Mert egyenlő értékű munkáért férfi munkatársainál kevesebb bért kapnak. Mert az egyenjogúság sajnos nem jelent automatikusan egyenrangúságot. Ma már tény. A 2008-as világgazdasági válság a nők bérfelzárkóztatására is rossz hatással volt. A trendeket nézve és elemezve világosan látszik, hogy átlagosan 75 év múlva kereshetnek annyit a nők, mint a férfiak. Közép-Kelet-Európában is lassult a felzárkózás folyamata. Hazánkban sajnos nemhogy lassult, nem állt meg, hanem nőtt. 2010-ben 16,1%-os volt az eltérés
a férfiak és a nők bérezése között. Az Eurostat 2012-es évi jelentése sem mutat örömteli lépést. Az adatok szerint Magyarországon a bérkülönbség több mint 20%-os volt. 2013-ban a magyar férfiak bruttó átlagfizetése 220 ezer forint, míg a nőké 173.400 forint. Vagyis a nők átlagosan 21%-kal kerestek kevesebbet a férfiaknál. Ráadásul, tisztelt hölgyeim, azt is pontosan tudjuk, minél magasabb pozícióban dolgozik egy nő, annál nagyobb a lemaradása a férfiak fizetésével szemben. A felső vezetők esetében mutatkozik a legnagyobb különbség, ezen a szinten a nők átlagosan 26%-kal kapnak kevesebbet férfi kollégáiknál. Amikor arról beszélünk, hogy egy ember életét meghatározza a születési helye és a családi környezete vagy jövedelme, akkor ki kell térni egy másik szempontra is. Bizonyított, hogy a férfiak és a nők sorsa már a pályakezdéskor eldől. Az edukáció diplomás pályakövető rendszerének az adataiból kiderül, hogy a friss diplomások havi nettó átlagjövedelmét nem csak a megszerzett diploma, a szakmai gyakorlat befolyásolja, hanem igen sokat nyom alatban. A pályázó neme is. A felmérés szerint nő évről évre a férfiak bérelőnye. Míg 2011-ben ez 40 ezer forint volt, 2013-ra 50 ezer forintra nőtt ez a különbség. A 15 és 74 éves népesség munkaerőpiaci helyzetére vonatkozó adatainkból viszont azt látjuk, hogy a munkanélküliek csoportjában 46% a nő honfitársaink. Az egyéni vállalkozók és társas vállalkozók keretében a nők aránya mindössze 32%-os. Az inaktív, ám szándéka szerint munkát vállalni akaró népességből 58%-át teszik ki a nők. Ugyanakkor nem hallgatható el, hogy nem csak magyar jelenségről beszélünk. Az Európai Unióban a férfiak előnye bérezés terén ugyanúgy megtalálható, mint Magyarországon. Csak hogy a nyugati társadalmak mindent elkövetnek azért, hogy csökkentsék, végső soron megszüntessék ezt az egyenlőtlenséget. Ma már pontosan tudjuk, hogy nem csak a törvények, hanem a társadalmi gyakorlatok is kellenek ahhoz, hogy a kialakult helyzeten érdemben és sikerrel tudjunk változtatni. Éppen ezért a Magyar Szocialista Párt elnöksége nevében kezdeményeztük az alapvető jogok biztosánál, Székely Lászlónál, hogy indítson átfogó vizsgálatot. Fontos, hogy kiderüljön az egyenlő munkáért egyenlő bér elve, mint alkotmányosan védendő érték a gyakorlatban miként érvényesül, illetve melyek azok az érvényesülését gátló akadályok. Ha csak az elmúlt pár nap sajtó híreit figyeljük. Ma milyen hátrányos megkülönböztetés alanyai a nők, akiktől jogtalanul kérdezik meg egy munkafelvételnél, hogy akar-e családot alapítani, akar-e gyermeket vállalni. Ha vállal gyermeket, akkor akar-e táppénzre menni, mert ha igen, akkor sajnos nem alkalmas a munkahelye betöltésére. Ez a magyar valóság. Látnunk kell, hogy rengeteg tennivaló van még a női esélyegyenlőség kérdésében. Melyek azok a valódi számok, miben és hogyan tudunk változtatni? A kulcskérdés az, hogy nélkülözhetetlen egy kormányváltást követően, hogy a legfontosabb jövedelem különbségeket ne csak a területi, ne csak a szegénység felszámolása, hanem az egyenlő munkáért egyenlő bér elvének bevezetése legyen. Mindez, amit már több országban bevált átláthatóbb bérezési rendszerrel, jogorvoslati lehetőséggel és családvédelmi program együttes kezelésével lehet elérni. Ez az egyik legfontosabb társadalmi célunk, a negatív női diszkriminációnak a megszüntetése lesz. Annál is inkább, mert egy baloldali párt, ha egyenlőségért,
ha igazságért akar kiállni, akkor elkerülhetetlen, hogy ezt a velünk született, ám de nem törvényszerű egyenlőtlenséget felszámoljuk. Annál is inkább gondolom ezt, hiszen Magyarország sikere abban rejlik, amit a bevezető gondolatomban elmondtam, szerető feleség, gondoskodó családanya és karrierjét építő nők együttes összefogásával lehet Magyarország újra sikeres.